Istenben bízom, nem félek, ember nem árthat nekem. Kik az Úrban bíznak, erejük mindig megújul. Áldott az Úr. Amen. Áldást, békességet kívánok. Isten hozta a testvéreket húsvéti ünnepek bőti második vasárnapján. Kezdjük meg tiszteletünket, s fennállva énekeljünk Genfi Zsoltárt, a 100. Zsoltár valamennyi versét. Helyünket foglaljuk el, testvérek. Nagyon szép dicséret, a 238. ének, a cseh testvérek kedves szép éneke. Énekeljük, imádkozzunk együtt, mi is.
Az öreg apostol, Pál apostol kezdi így minden levelét, hangozik ma is sokadszorra köszöntésképpen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, ha Isten segít bennünket, előttünk álló négy bőti vasárnapon, húsvét ünnepe részén szeretnék igét hirdetni a lélek segítségével nagy hét eseményeiről. Mai tematikánk Betániai házban Jézus közelsége, igehely János szerinti evangélium 12. rész, az első 11 vers. János 12, az első 11 vers, leülve hittel, vigyelemmel hallgassuk az igét. Jézus azért 6 nappal a húsvét előtt méne Betániába, ahol a megholt Lázár vala, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítének azért ott néki, és Márta szolgál vala fel, Lázár pedig egy vala azok közül, akik együtt ülnek vala ő vele. Mária azért elővévén egy font igazi, drága nárduszból való kenetet, megkenné a Jézus lábait, és megtörli annak lábait a saját hajával, a ház pedig megtelik a kenet illatával. Mondta azért egy az ő tanítványai közül, Iskáriótes Júdás, Simonnak fia, aki őt elárulandó vala. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ez pedig azért, nem azért mondta, mintha néki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj vala, és nála vala az erszény, és amit abba tesznek vala, elcsené. Mondta azért Jézus, hagyj békét néki. Az én temetésem idejére tartogatta ő ezt. Mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. A zsidók közül azért nagy sokaság értesült vala arról, hogy ő ott van, és oda menének nem csak Jézusért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból. A papi fejedelmek pedig tanácskozzának, hogy Lázárt is megöljék. Mivel hogy a zsidók közül sokan ő miatta menének oda, és hívének a Jézusban. Imádkozzunk. Istenem, hagyd meg, mikor csöndben kérünk. Tisztítsd meg ajkunk minden vétektől. Képmutatásból soha se beszéljünk. Ments meg az álnok hazug élettől. Jöjj, szabadíts meg, ukegyes Isten, a nyomorúságból. Üzd el a rosszat, félelem átkát, védj ki a kínokból. Nagy kegyelemmel, ha közeledtél, úgyse figyeltünk rád. Másokon hányszor nem könyörültünk, s mondtuk a szép imát. Zengve dicsérünk, nem hiszünk benned. Mozgat a rossz törvény, átkos a szívünk, fegyver a szájunk, elnyel a mély örvény. Ó, szabadíts meg szent fiad által, vedd el a rontó bűnt, mosd meg egészen tiszta örömre, lelkedet ad nékünk. Nyisd meg az ajkunk,
tárt ki a szívünk, adj hitet, Úristen, hogy neved áldjuk minden időben, szent fiadért. Amen. Amen. Az igére készülve imádkozzuk, énekeljük régi szép dicséretünket, a 226. számú dicséret valamennyi verszakát. Az igét az imént hallott szakaszból olvasom, János szerinti evangélium 12. rész, az első verszak. Jézus azért 6 nappal a húsvét előtt elment Betániába. Helyünket foglaljuk el. Fény és árnyék, a kint és a bent, a fent és a lent örök feszültsége, kibékíthetetlen ellentéte, igénk erről is beszél.
Betánia, kis település, világváros Jeruzsálem mellett, mint Budakeszi, Török Bálint, Budaörs. Jézus ott pihent meg mindig egy házban, ahol szívesen vették őt. Egy testvértrió, Lázár, Márta és Mária. Jézus elment Betániába. Kint keresik őt halálra. Megköveznék, megölnék tárgyalás nélkül, mindenféle pereskedés nélkül az ellenségei. Sokan nincsenek, de övék a hatalom. Itt szokott lenni. Övék a hangadás lehetősége, karhatalom, és ők döntenek. Bent csend a házban Jézussal, éltető, drága csend, kívül pedig nem más, mint gyilkos indulat. A bent és a kint örök feszültsége. El tudom képzelni az estének megdöbbentő valóságát, élményét. Ott ül Lázár az asztal mellett, akit Jézus halálából feltámasztott. Valami elképesztő. Eltemették, bebalzsamozták, lemosták, adtak szép ruhát rá, eltemették. Kész, vége, nincs tovább. Vagy mégis Jézusban van tovább? Igen, ezt jelzi egyértelműen, hogy van tovább, hiszem és vallom. Sokan hisszük és valljuk. Talán igen. És ott ül csendben Lázár, aki újra él. Ezt nehéz feldolgozni. Igen, nehéz feldolgozni, de ott van ő is. Vacsora, együttlét, az intimitás kedves és örök csendje. Mert ott van Jézus, mert eljött Betániába, a megkövezőktől nem félt, besugóktól, tégláktól nem félt. Eljött Betániába. Eljött megpihenni, erőt gyűjteni nagypéntek félelmetes kihívásához. És amely otthonban ott van Jézus, hiszem és vallom, ezre semmi újat nem mondok, ott van a békesség is. Bajokon túl is ott van a békesség is. Befogadom Jézus szívembe, lelkembe, ami nehezebb otthonomban is. És békességem van. Kívül rengeteg ordas indulat, de bent Jézussal gyógyító csend, ma is. Kívül ordas indulatok, politikák, érdekek, demonstrációk, hatalmi harcok. Bent Jézussal otthonomban csend és békesség. Talán házon belül is vannak problémák, családon belül lehetnek könnyen. De ővel együtt valahogy mégis csitul sok minden, és az éltető, gyógyító békesség, az uralkodó hang, a záró hang egyértelműen. Így mondja az ige, és Márta szolgált fel a nagyobbik nőtestvér, de megható lehetett. Van itt egy szó, ez a szolgálat. Azt jelenti, hogy örömmel, önként, nem javadalmakért, nem előnyökért, nem prémiumért, semmiért. Jézusnak, az ő atyának, az élő Istennek, Szent Egyházának örömmel szolgálok. Nem érdekből, nem hatalomvágyból, nem semmiből. Örömmel szolgálok Jézusnak. És ő ezt teszi. Ki mihez ért, azt szerint szolgál. Ő ahhoz ért, hogy kitűnő háziasszony. Nem kevés dolog. Remekül főz talán, tud teríteni is, az sem mindegy. El tudja látni a vendégeket, de nagy szolgálat. Örömet szerezni Jézusnak, örömet szerezni az ott levőknek. Jó emberi gondolkodás, mindez, jól tudom, kicsit talán babonisztikus is, de mégis oly szimpatikus egyfelől. Uram, neked
mit adhatok? Mit tudok neked nyújtani, Uram? Mindig kérlek téged általában, hogy gyógyítsd meg, hogy segítsd meg, hogy vigasztalj meg, adj erőt, adj békességet, adj megoldást. Kérünk, kérünk és kérünk. Itt a kérdés megfordul, Uram, mit adhatok neked? Mit tehetek? Hogyan szolgáljak te neked? Hogyan? Talentumaid szerint, és ő ehhez ért, főzéshez, sütéshez, felszolgáláshoz. Ma is mondom, áldott, drága mai Márták, asszonytestvérek, nőtestvérek, lehet férfi is, aki ehhez ért. Szolgálni családon belül, szolgálni házon belül, gyülekezeten belül, szolgálni és tenni, amihez értek, és jó szívvel tenni. Az ember el tud belefáradni, és mégis jó érzéssel tette, és mondja, nem volt hiába. Amit tehetek, amihez kaptam talentumot, azzal szolgálok. Volt köztünk egy drága idős asszonyka, megkérdettünk a templomban takarítást, tanásteremben is, ablakpucadást ünnepek előtt. Elsőként ő jött, kora 90 év. Nem ment fel a létrára, felugrott a hétrára. Elképesztő. Csupa élet, vidámság, és végezte a munkát. Ne köszönjön nekem senki, semmit mondta, hogy tehetem még ebben a korban. Áldassék az Úr ezerszeresen. Kedves anekdóta, még egy kolostor csendjét egyfajta emberi furcsa hangok verik fel, jön a főnöke a kolostornak, és mit lát? A templomban, a kápolnában egy szerzetes az oltár előtt cigánykereket vett, fekvőtámaszt csinál, gyakorlatokat végezel, ügyesen és szépen. Úgy csinálsz te itt, fiam? Megrettent. Én, amihez értek, amihez kaptam adottságot, azzal kívánok szolgálni. Korábban légtornász voltam, most már nem az vagyok. Én ezzel tudok szolgálni. Cigánykerékkel, fekvőtámasszal, bármivel. Én ezzel tudok szolgálni. A szolgáló élet, a mindenkori Mária. Nem érdekből, nem köszönetért, nem pénzért, szolgálatból Jézusnak. Ott van Lázár is. Ő is szolgál, de ő némán, ő csendben. Ő a csendes ember. Képzeljük el, még egyszer mondom, beleborzongok, eltemették, elsiratták, és most ott ül az asztal mellett megint. Valami képtelenség. És ott ül. Nem szól semmit, csak jelenléte üzen. Üzeni, hogy Jézusnál semmi nem lehetetlen, megteheti azt, hogy kihozza a halál nyomorúságából a bentlevőt. Nem mindig a testi halálból, testvérek, el ne felejtsük, mert van ennél súlyosabb is, az a lelki halál. Engem már nem érdekel semmi. Elegem van mindenből. Életem célja, hogy meghalljak mi hamarabb. De sokan mondják, elegem van mindenből, csupa csalódás vagyok, állandó vesztes, lúzer, nekem nem megy az életem, másnak bezzeg, nekem nem, van társa, nekem nincs társam, van jó állása, nekem nincs, másikat fölvették, engem nem vettek fel, lehet-e folytatni a sort, elegem van, nem kérek belőle. Jöjj ki, Lázár! Ebből a reménytelenségből, ebből a nem kérek belőle állapotból, ebből a félelmetes lúzerségből, mert kijöhetsz, ott ül a Lázár az asztal körül ő is. Lázár jelenléte, üzenet. Itt van Jézus, az életadó, nyomorúságból kihozó, lelki halálból, talán még komolyabb teste, komolyabb, mint a testi halál, lelki halálból kihozó, De hányszor? Üzen némán, szolgál csendesen.
személyes vallomás, nekem mindig oly szimpatikus a Szentírásban a csendes, kevésbeszédű emberek üzenete. Karácsony, a drága ácsmester, szakmunkás József, asztalos mester, aki egy szót nem szól, de a helyén van. De megszólítható. Ha az Úr szól hozzá, akkor megy és teszi és csinálja, és elfogadja. Itt Lázár, aki nem szól semmit, de jelenléte, üzenet és szolgálat egyértelműen. És akkor jön a kisebbik lány, Mária. Hozza az ő kis féltve őrzött kis nárdusból készült olaját, a kis szelencéjét, Ázsiából hozhatták, őrült nagy pénzért. Ekkor a kis szelence az egész, nem több körülbelül, és benne annyi értékű, pénzben kifejezhető értékű nárdusolaj, mint egy átlag szakmunkásnak egész évi bére. És ő felbontja, és ráönti Jézus lábára, és Jézus fejére. Ez az olaj hasznos volt kozmetikumként is, hasznos volt halotti balzsamként, sok minden szempontból hasznos volt. És ő teszi félre, és üzen megint, Uram, én ezt az olajat a bátyám testére tartogattam. Én most már nem tartogatom, mert itt a bátyám, te miattad. Jézus, hogy köszönjem meg, hogy kihoztad őt? Uram, mit tettek, hogy kihoztad őt ebből a lelki-testi halálból? Mit adhatok én neked? Mit adhatok neked, Uram? Ez a legtöbb. Nem tudok többet. És adja jó szívvel, és adja békességgel. Lázárnak tartogattam. Hiszen tudni kell, abban az időben valakit eltemettek, ott hagyták kötözött testét a kőpadon, lezárva persze a kriptát, eltelt 3 nap, vagy maximum 4 nap, eltemették véglegesen. Utolsó kenettel, akkori értelemben bekenték. Lázárnak miért adjam? Itt van Lázár. Itt ül mellettünk. Neki miért adjam? Hát él. Uram, neked adhatom. Ez a mindenem. Benne van minden. Ez az én legfőbb vagyonom, vagyontárgyam. Uram, a tiéd. Egyfajta hatalmas, néma hálaadás. Egy hatalmas, néma, nagy köszönöm Jézusnak. Él a bátyám. Él a testvérem. Halálból jött ki, Uram. Köszönöm neked. Köszönöm neked. Örök karácsony. Kicsit kedves. Ez egy infantilis megkérdezés. Na, mit kész ünnepre Jézuskától? Mit hozzon a Jézuska ünnep után? Mit kaptál Jézuskától? Gazdag Jézuska volt? Ja, Isten. Mit kérsz? Mit szeretnél? Mit akarsz kapni? Egyrészt nem baj, helye van. Az Úr ezt nem tiltja egyáltalán. Csak egy másik csendes kérdés, és te mit adsz neki? Te mit adsz neki? Mennyit ér ő te neked? Kimondom, senki ne vegye ezt provokációnak, semmiképpen sem, de kimondom, magamnak és mindenkinek. Ha adakozom például anyagi értelemben, azzal adok egy jelzést azért Uramnak, hogy nekem ő mennyit ér. Adományommal azt fejezem ki, hogy nekem ő mennyit ér. Neki mennyit köszönök meg? Mennyit? Ez azt jelzi. Ez egyértelműen azt üzeni a világ számára is. Hát ő hozta adományát egyértelműen. És megtelik a ház, a kenet áldott jó illatával. Az a szituáció persze egyfelől ellenszenves is volt. Mondja az ige, Mária hajával törli Jézus lábát, azt jelenti, hogy volt a lába elé, haja kibomlott, ami akkor tilos volt szigorúan. Egy nő nem járhat kibontott hajjal. Lengedett hajjal, mert az kihívó a férfi szemek számára. Nem teheti meg, semmiképpen sem. Kit érdekel ilyenkor konvenció, meg a szokás? Aztán ott valaki odaborul egy férfi lába elé, lehet nyílt felajánlkozásnak is gondolni.
Mária nyíltan felajánlkozik, mint nő egy férfinek? Döbbenetes dolog. És senki egy szót emiatt nem szól. Pedig akkor a korban ez kőkemény kérdés volt. Kőkemény törvény volt. Női hajviselet, gesztusok, reflexek, tettek, lépések. Már nem érdekel semmit. Nem érdekel senkit sem. A hálaadás hatalmas, drága és örök üzenete. Mit adok Jézusnak? Mit adsz testvérem Jézusnak? Nem mindegy. Nem kér, nem mondja, meg nincs neki listája. Ezt kérem, amazt kérem. Egy dolgot csendesen kér, ha gondolod. Add ide szívedet, egész valódat, és győztes leszel, nem vesztes, és győztes leszel. Ha ővé az életed, nem leszel egyedül, egészen biztos. Lesznek melletted lelki testvérek. Amiért panaszkodsz talán, hogy senkim nincs, idős vagyok, már senkim nincs, add a szívedet át neki, és lesznek lelki testvéreid. Rád fog telefonálni, meglátogat, mit segíthetek, és így tovább. Nincs békességed? Adod az szívedet neki, egész valódat, lelki szelenzedet adod neki, és lesznek. És lesznek, lesznek egészen biztos hitem szerint. Segítségek, lesz békességed. Emberebben tudsz élni, sokkal emberebben, ha szíved, lelked, tested egész valód. Jézus Krisztusé, ne félj tőle, ő nem leterhel. Bűn, kisbűn, vigyázz, nagybűn, megneted, nem. Azt inkább, hogy tedd azt, ami jó. Ő nem a ne világában élt, nem a tiltás világában élt, de a 10 parancsodat, ne tedd, ezt ne csináld, azt ne csináld. Ő azt, hogy csináld, hogy tedd, hogy kejfel és járj. Ne félj, csak higgy. Veletek vagyok minden napon, ezért merj élni, ember lenni, nem aggódni, jövőt látni. Igen, Mária odaadta, amilyen van Jézusnak, és boldog. Anyagilag mekkora veszteség, testvérek? Elképesztő veszteség. Arca ragyog, arca boldog, mert amilyen van odaadta, egyértelműen. Bánatomat, gyászomat, emlékezésemet oda vihetem hozzá. És ha valaki empatikus, beleérző, akkor ő egészen biztos, hogy az. El nem küld. Rám nem szól, hogy most bezzeg jössz, eddig hol voltál. Egy szót nem mond ő ilyet. De azt igen, hogy jöhetsz. Helyed van. Itt az asztal, ülj le te is. Helyed van egyértelműen. Fény és árnyék, kint és bent, kint ordas indulatok, a jeruzsálemi zajongó tömeg, itt bent csend Jézussal, idilli, illatos csend, s egy hamis, fals hang, áldott jó Júdásunk hangja, elkezd okoskodni. Mekkora pazarlás! Mekkora pazarlás! Adták volna inkább jó pénzért, s neki a szegényeknek. Ennyi. Előttem van egy asszony, a 70-es évek közepet tájékáról, akkor a pénz más voltán nagyon, mint ma, jól tudjuk, valamennyien. Nem ismertük őt, a korábban szolgáltam, nyílt az ajtó, belépett, nem sokat szólt, azt letett egy borítékot, ezt hozza Isten dicsőségére. Nem kér nyugtát sem, bár adunk, elfogadja. Miért hozta, ki volt ő, nem akart beszélni. A borítékban akkori áron volt 100 000 forint. Óriási pénz volt. Ott mellettünk a hivatalban, megszólalt, ez nem normális. Ennyi pénz, egyháznak ennyi pénzt adni? Hát ez nem normális. Ide hozza a pénzét, nincs jobb dolga. De jó neki, milyen gazdag lehet. A mindenkori Júdás. A közben, kimondom a szót, dumáló, be nem áll a szája, az ipikus sátáni hang.
neki mindig ellenkezni kell, kinek-kinek a kedvét letörni kell, félelmetes. Szóval Jézus, hagyd őt. Profétai tett, amit tett. Temetésem idejére tartogatta mindezt. Ne a halott testnek adják, adják az élőnek. Ezzel kezdtem, zárom. Örök kettősségek, fény és árnyék, a kint és a bent örök feszültsége, kíméletlensége, kint a világ örjöng, szervezkedik, dühöng, Jézustól elvárja a messiásságot, szabadságharcot, bármit, bent a házban békesség és csend. És Jézus közelsége kihozza belőlem azt, mi Zákeusból is, hogy tisztázzam életem addigi nyomorúságait, tegyem le bűneimet. Sokkal könnyebb lesz. Sokkal, sokkal, sokkal könnyebb lesz. És ő hű és igaz, hogy fölevel, átölel, s jelzi, ne menj, menjünk együtt tovább. Adjon közöttünk levő gyászolóknak is, bajban levőknek is, tudom, van betegeinknek is, beteg ápolásban küszködőknek is, abban lassan belefáradóknak is, adjon békességet, adjon folytatást, adjon életet, az út, az igazság és az élet, Jézus Krisztus. Urunk, lehetett volna ellenkezni Máriának, Mártának, hogy nem vagyunk méltók, hogy bejöjj hozzánk. Kik vagyunk mi? Kicsik és senkik. Ugyan ne gyere hozzánk. Menj be a nagy épületbe, oda való vagy te, a nagy templom ragyogásában. Mi nem vagyunk méltók befogadni téged. Nem álszenteskedtek, hanem örömmel fogadtak, Uram. Jó látni Máriai életeket, akinek semmi nem volt elég, hogy megköszönje, itt van a bátyám, Uram. Kihoztad a lelki, testi halálból. Jó látni a mártai szolgálatokat, az őszintén jót akarót, az őszintén jót tevők örömét, szolgálatát, nem pénzért, hatalomért, jó szóért, szívből, éretted. És jó látni ma is lázárainkat, vagy önmagunkat, hol voltunk és kijöhettünk, micsoda mélységben és most itt vagyunk, mekkora próbák közt és már nem ott vagyunk, vagy hogy a percben vagyunk most próbák közt, olyan jó hinni, Uram, hogy neked van hatalmad kihozni onnan, de segíteni akarsz, nem bennhagyni. Hála az igéért, őszinte voltáért, és a csendes örök kérdését, Urunk. Te mit akarsz adni Jézusnak? Csak kérni, kapni, mit akarsz adni neki? És így kérünk ma is gyászolóinkért, betegeinkért, magányosakért, bajban levőkért, akik mennek este vissza a kórházba, műtét vár rájuk. Uram, légy ott, minden emberi próbatételben. Nem kérjük, ott leszel, tudjuk, Uram, bocsáss meg, nem kérjük, ott leszel, mert ígérted. Dicsőség neked. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk,
ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az imént imádkozhattuk szóban, imádkozzuk énekszóban a mi atyánkot, a 484. számú dicséret verszakaival. Jó szívvel hirdetem most is, előttünk álló itt igei alkalmait, mondom most is, aki tudja kívülről jobban, mint én, ne unja meg, aki teheti, jöjjön el, jó szívvel várjuk. Holnap hétfő este 6 órai kezdettel tanástermünkben tartunk bibliaórát, majd 8 órai kezdettel tartjuk a felnőtt konfirmációs előkészítő beszélgetést. A felnőtt konfirmációt szeretnénk idén is húsvét hétfőjén megtartani a templomban.
Szerda délelőtt 10 órakor a nőtestvérek tartanak bibliaórát. Szerda este 6 órakor tartunk esti állítatott tanástermünkben. Pénteken 3 órakor a gyermekkonfirmációs órát, fél öttől pedig ifjúsági óráinkat. Kellő kialakult rendszerint. Vasárnaponként az Isten tisztelettel egy időben 10 órai kezdettel tartjuk gyermekfoglalkozásainkat, várva minden korosztályt, megismerni az élet szabadító úrát, Jézus Krisztust. És szeretettel hívjuk a gyülekezetet egy kedves mártai szolgálatra. Régóta szokás körünkben, hogy Isten háza, ami drága Pozsink, ünnepekre is ragyogjon, legyen tiszta. Ezért március 30-án szombaton tartanánk 10 órai kezdettel templomtakarítást. Akinek van hozzá ereje és el tud jönni, jó szívvel hívjuk, jó szívvel várjuk. Mondom még egyszer, tehát március 30-án szombaton 10 órai kezdettel. Legyen záró énekünk egy lendületes, szép dicséret, közismert ének, 397. dicséret első 4 versét helyünkön maradva, a zárót pedig majd fennállva énekeljük. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed! Thank you.
számunkra fontos, a nemzeti ünnep. Az előttünk jártak hite, kiállása, áldozata, ránk hagyott hagyománya, öröksége. Ünnepeltünk a héten, zárjuk ünnep Isten tiszteletünket, nemzeti imádságunk a himnusz eléneklésével. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Így legyen. Amen. Áldást, békességet kívánok, további áldott húsvéti ünnepeket, Isten velünk, viszontlátásra!